Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat elnöke. Üdvözlöm elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Számos beruházás, fejlesztés valósult meg a térségben az elmúlt időszakban. Emeljünk ki néhány fontosat közülük. Talán a legfontosabbnak azt gondolom, hogy az önkormányzati, az állami és a versenyszférát érintő fejlesztések fej-fej mellett valósultak meg. Nagyon fontos, hogy olyan infrastruktúrával tudta kiszolgálni Jász-Nagykun-Szolnok megye az önkormányzatait és a vállalkozásait, ami egyaránt kedvez az itt élő lakosságnak és a beruházások ösztönzésének. Számos önkormányzati épület újult meg, mind energetikailag, mind pedig korszerűsödött a szolgáltatás. Itt ebben elsősorban a köznevelési intézményeket szeretném kiemelni, a bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, és nagyon fontos, hogy most már következnek a szakképzési centrumok, és következnek azok az egyházi ingatlanok is, amik szintén akár a köznevelést, akár pedig a képzés, szakképzés szolgálják. Az útépítéseket szeretném még kiemelni, hiszen nagyon fontos, hogy a térségünk elérhetősége fejlődjön, és itt az M4-es három szakaszban átadott szakaszai most már 115 km hosszan eltávolodta Budapesttől, elérték Jász-Nagykun-Szolnok megyét, átlépték a megyehatárt, és hamarosan folytatódik az építés Törökszent Miklós és Karcag között, valamint Püspökladány és Berettyóújfalu között, így Nagykereki és Budapest között teljes lesz az M4-es hosszban, és az is nagyon fontos, hogy a 34-es számú főút felújítása is hamarosan tervezés alá kerül, és elindulnak a kivitelezési munkálatok, ami azért nagyon lényeges a térség szempontjából, mert egy összekötő és gyűjtő útról van szó. Egyrészt a 33-oson keresztül az M3-os és az M4-es közvetlen összeköttetését biztosítja, másrészt pedig a Tiszató térségnek turisztikai attrakcióit is közelebb hozza a nagy közönséghez. Emellett még szeretném megemlíteni azt is, hogy a jövő fejlesztési dokumentumai elkészültek, és ezek a fejlesztési dokumentumok hosszan nem csak 5-6 évre egy ciklus végéig, hanem 15-20 évre kijelölik azt a nyomsávot, amely az önkormányzatok, az állami szféra és a vállalkozások kard-kardba öltve fognak tudni tovább fejlődni. Melyek ezek, mit lehet róla tudni? Ez a Jász-Nagykun-Szolnok megye 20-30 fejlesztési dokumentum, amit a pandémia alatt kénytelenek voltunk az online térben összeállítani, de köszönöm minden polgármesternek azt a segítséget és minden projektmenedzsernek azt a segítséget, amit a projektek összegyűjtésében és a stratégia hosszú távú céghetűzésének a megállapításában számunkra nyújtottak. Én a köznevelést további fontos lábának tekintem a megyének, hiszen a gyermekvállalási kedvet ösztönzi, hogyha a szülők a saját választásuk szerint tudják a gyerekeket elhelyezni bölcsödében, óvodában, és úgy tudnak visszatérni a munkavilágába, ahogy az a családnak és a család eltartóinak a legoptimálisabb. Az is nagyon fontos, hogy sokat korszerűsödött az oktatási intézményes színvonala. Ezzel jelentősen javult Jász-Nagykun-Szolnok megyében a kompetencia, ami a mérések során azt is mutatja, hogy a megyénből származó középiskolák előkelő helyen végeznek az országos rangsorban. Szeretnénk, hogyha tágabbi kitekintésben nem csak a Nagykunság, hanem együtt a Jászság és a Tiszazug is fejlődhetne Szolnok térségével, és ez a Debrecen Egyetemmel már van egy élő együttműködés, és az együttműködés ez a továbbiakban új szakok megjelenését fogja jelenteni a Szolnoki kampuszon. Itt a vasútépítő, vasútmérnöki képzés és a gépész képzés az, ami a legfontosabb. Ugyanakkor látjuk, hogy a biztonságunk is egyre inkább felértékelődik, tehát a köznevelésbe is és a szakképzésbe is megjelenik a katonai típusú képzések egész sora, és olyan háttérképzéseket, olyan alapképzéseket tudnak elsajátítani a fiatalok, ami fölkészíti őket arra, hogy akár szerződéses vagy hivatásos katonaként folytathassák az életüket. Az M4-es autóútról már beszéltünk. Miért bír kiemelkedő jelentőséggel ez a beruházás, és nyilván ennek a folytatása? A megyének az M44 és az M4-es biztosítja a 2x2 nyomú nagysebességű elérhetőséget, és ez a fajta biztonságosabb, jóval biztonságosabb közlekedési forma nagyban hozzájárul a befektetések ösztönzéséhez is. Hiszen látjuk, hogy ahol az utak megújulnak, vagy eléri egy 2x2 sávos nyomvonal a települést, ott fellendül a térség ipara, kereskedelmi és a szolgáltatásai. Jász-Nagykun-Szolnok megye elsősorban agrár adottságú megye, de az iparunk is jelentősen fejlődött az elmúlt évszázadban, főleg a felső jászság és Szolnok térségében, de a mezőgépipar Törökszent Miklóst és Kisújszállást is, valamint Karcagot is föltette a térképre.
Azt látjuk, hogy ha a befektetők megfelelő bizalmat éreznek a térség iránt, hogy ez a prosperáló fejlődés ez a jövőben is lendületlen évet fog mutatni, akkor jobban fizető munkahelyek és korszerűbb technológia érkezik ebbe a térségbe, és Törökszentmiklóson át Kisújszállás és Karcag irányába vezet tovább az M4-es. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy az ipar felzárkózásához, a jól jövedelmező munkahelyek létesítéséhez és az itt élők életminőségéhez egyaránt járuljon hozzá az M4-es, és már az M44 ez a megye déli részén be is váltotta hozzáfűzött reményeket. A fejlesztéseken, beruházásokon túl kulturális rendezvényekre is sor kerül, hiszen közeledik a jó idő. Melyek a legkiemelkedőbbek közük, és miért bírnak ezek kiemelkedő jelentőséggel nyilván a turisztikai célközönséget is figyelembe? Aki szereti a hagyományos disznótoros ételeket, nagy valószínűséggel találkozott a hétvégén a Tiszatorral a Bátszalókon. Ez a rendezvény nyitotta meg a szabadtéri fesztiváloknak azt a sorozatát, ami egyrészt gasztró, másrészt pedig kulturális rendezvény is, és a mi hagyományainkra és azokra a csapatokra, azokra a közösségekre alapoz, amit láthattuk a Bátszalókon is, hogy a polgármesterek lehető legnagyobb erőberobással igyekeznek összefogni a pandémia után, hiszen meggyengült az a fajta kohéziós erő, ami egy ilyen közösségi rendezvény megszervezéséhez mindenféleképpen ott kellett, hogy legyen a szervező mögött, de szerencsére a Tiszator rácáfolt minden félelmünkre. Tehát a szabadtéri rendezvényeknek, főleg a gasztrokulturális rendezvényeknek a jövőben egyre nagyobb, újra jelentősége lesz. És nyilván nekünk karcagiaknak nagyon fontos az is, hogy a Hungarikumnak számító karcagi birkapörkölt főzése is hagyományosan a fesztivál keretein belül történjen meg, és ne az online térbe. Reméljük, hogy ebben az évben már a Tiszator után a birkapörkölt főzéséhez hozzájár a karcagi birkapörkölt fesztivál is megrendezhető lesz. És nagyon fontos, hogy a Tiszató térségében a füredi halasnapok sem maradjanak el, és ezeket a halasnapokat is szeretnénk olyan programokkal ékesíteni, ami egyrészt a megye identitását, másrészt pedig a Tiszató turisztikai vonzerejét is jelenti. Emellett fontosnak tartom azt, hogy a berekfürdői gasztrokulturális rendezvényekre is odafigyeljünk, de a Tisza Derzsi kárásznapok vagy a Tiszató térségében sok más rendezvény a Bátszalókon is, most már a fesztiválzenekar is megjelent, Berekfürdőn és Karcagon is letette a névjegyét, és a Törökszentmiklósi térségből éppen most érkeztem egy zongora hangversenyről, ahol a gyerekek adtak számot arról, hogy milyen tudásuk van, és bizony nemzetközi szintű a megyében ez a típusú képzés is, tehát érdemes felvonultatni a gyermekeket, a néptáncot, a népdalt, a komoly zenét és a népzenét is, és azt a fajta közösséget, amit ez képes teremteni, nekünk tovább kell támogatni. Én is a saját lehetőségemhez mérten, a megyei elnöki keretemből rendszeresen támogatok ilyen típusú rendezvényeket, és örömmel látom, hogy egyre aktívabbak a közösségek, egyre bizakodóbbak, hogy a rendezvények nem fognak elmaradni, megrendezhetőek lesznek, elsősorban persze nyílt téren, de ehhez mindig társul valamiféle gasztronómiai kínálat is, ami ide vonza messzebb földről is az ide látogató turistákat, akik lehet, hogy egyébként is jönnének, de ezeket a rendezvényeket külön figyelik. Ott van például Tiszaőrsön az Oldtimer Fesztivál, ez a régi időket idézi, és a régi idők ízeit is felvillantja, és azok számára, akik még ülhettek, hogy láthattak a forgalomban ezelőtt 30-40 évvel gyártott autókat, gépjárműveket, traktorokat és különböző mezőgazdasági eszközöket, azokat mindig nosztalgikus hangulat fogja el, ha oda kilátogatnak. De nagyon bízom abban, hogy a megye talpra áll, a megye kulturális rendezvényei egyrészt turisztikai vonzerő miatt is, másrészt pedig a közösség összetartó erejeként is újra megrendezésre kerülhetnek. Nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy kitört ugye az orosz-ukrán háború, amely Magyarország szomszédságában, Ukrajnában zajlik. Hogyan tud a térség segítséget nyújtani? Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen ez a háború, hiszen nem csak a politikai, hanem a gazdasági értelmében is jelentősen megviseli Magyarországot és a magyar embereket. Mentálisan is, hiszen a szomszédunkban zajlik a háború, néhány száz kilométerre innen robbannak a lövedékek, és halnak meg emberek. És ebben az időszakban nagyon fontos, hogy mi megőrizzük azt a fajta nyugodtságunkat, higgadtságunkat, ami ahhoz kell, hogy a magyar emberek békében és biztonságban érezhessék magukat, hiszen ez kell ahhoz, hogy a háború borzalmai elől menekülő
ukrán és magyar állampolgárokat, vagy akár más nemzetiségek állampolgárait is megfelelőképpen tudjuk fogadni, megfelelőképpen tudjuk őket segíteni, akár abban, hogy csak egy ideig tartózkodjanak itt, és ha szeretnének, akkor tovább indulhassanak, vagy pedig aki úgy érzi, hogy ezt a békét és ezt a nyugalmat máshol már nem találhatja meg csak Magyarországon, és él a magyar emberek vendégszeretetével és a magyar emberek lelkesedésével segítő szándékával, az akár le is telephethet itt Magyarországon, ezen belül Jász-Nagykun Szolnok megyében is. Nekem is élnek rokonaim Kárpátalján, és naponta tartom velük a kapcsolatot. Eléggé elborzasztó az, amilyen hírek jönnek akár a háború közelettét, a frontvonal közelettét, akár pedig az emberek elkeseredését illetően. Belső Ukrajnából nagyon komoly tömegek indultak el, eléri már lassan a 2 milliót is azoknak a száma, akik már nem vártak tovább, és inkább átlépték az ország határát, és idegen honban keresnek békét és nyugalmat, és mi ebben magyarok élen járunk, hogy segítsünk azoknak az Ukrajnából érkező menekülteknek, akik ezt igénylik. Látszik, hogy Budapesttől Záhonyig rengeteg olyan segítőpont, aktív segítségnyújtópont létesült, ahol akár a orvosi egészségügyi ellátást meg lehet oldani, és most már a házi orvos és a szakellátás is be fog állni az egészségügyi ellátásba. Hamarosan elkészül minden olyan kormányhatázat, kormányrendelet, ami ahhoz szükséges, hogy megfelelő ellátást kaphassanak azok, akiknek nincs magyarországi bejelentett munkaviszonyuk, vagy olyan egészségügyi jogviszony, ami alapján erre alanyi jogon jogosultak lennének. Nagyon fontos, hogy a menekültek elszállásolását, az étkeztetését, akár a ruhával, egyéb használati cikkekkel való ellátását és személyi higiénés eszközökkel való ellátását is megoldjuk, hiszen ezek az emberek mindent hátrahagytak, amikor menekültek, egy kézitáskával szinte és gyerekekkel a karjukon. Ezért nagyon fontos, hogy mi olyan segítséget is nyújtsunk, ami nem csak a fizikai teret biztosítja számukra, hanem mentálisan is, a mentális egészség visszanyeréséhez is hozzásegít őket. Később szó lehet családes egyesítésről is, hiszen most a hadköteles férfiak még nem lépik át a határt. Azt látjuk, hogy idősebbek érkeznek, valamint elsősorban nők és gyermekek, és az ő férfi családtagjék sajnos adott esetben a háborúba kerülhetnek, keveredhetnek ott Ukrajna területén is, és bizony akikre lőnek, azok az életüket is elveszíthetik. Tehát nagyon fontos, hogy a későbbiekben az árvaellátást is valamilyen segítség, akár társadalmi, akár központi segítség nyújtásával, de meg kell szervezni. És én azt kérem minden magyar honfitársamtól, különösen Jász-Nagykun Szolnok megyében és Nagykunsában élő emberként, hogy mindenkinek elsődleges legyen Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága. És ezért nem szabad semmilyen felelőtlen kijelentést tenni, és legfőképpen nem szabad olyan erők mellett a bizalmat lefettetni, akik gyakorlatilag NATO fellépést sürgetnek Ukrajnában, és ezáltal a harmadik világháború kitöréséhez is hozzávezethet. Az a most még csak szóban kimondott, de ha ő rajtuk múlna, akkor tettebben is megvalósuló borzalom. Sem fegyvereket nem szállíthatunk, sem ahhoz nem járulhatunk hozzá, hogy akár Jász-Nagykun Szolnok megyén áthaladjanak ilyen szállítmányok, amik az emberi élet kioltására alkalmasak, hiszen célponttá válhatnak. Tudjuk, hogy Magyarország egyik legerősebb légi ereje itt van Jász-Nagykun Szolnok megyében, Szolnokon, és azonnal célponttá válna a szolnoki bázis is, Magyarország is, és onnantól kezdve egyetlen magyar embernek sem lenne békéje és nyugalma itt Magyarországon. Tehát fontos, hogy ettől a meggyőződésünktől ne engedjük magunkat eltántorítani. Nekünk az a legfontosabb, hogy kimaradjunk ebből a háborúból, és kizárólag humanitárius segítség nyújtásával vegyük ki a részünket abban, hogy a menekülők biztonságban és lehetőség szerint a jövőbe vetett hitük megtartásával tudják igénybe venni a segítségnyújtásunkat. A háború árnyékában sajnos mondhatjuk ezt, viszont egy hatalmas döntés előtt áll Magyarország, ugyanis április 3-án a gyermekvédelmi népszavazással egybekötött országgyűlési választásokat fog tartani az ország. Mi a tétje a választásoknak? Hogyan látja, elnök úr? Magyarország jövője a tétje, tehát nem pusztán egy választásról van szó, nem csak egy értékválasztásról van szó, hanem arról van szó, hogy szeretnénk-e megvédeni azokat a vívmányokat, amik látjuk, hogy Magyarországot mind gazdaságilag, mind társadalmilag megerősítették. Nyugat-Európában akár a háború hatásainak is betudható,
de összeomlóban van az a fajta társadalmi szolidaritás, ami a különböző társadalmi rétegek egymáshoz való viszonyát mutatja. Egekben vannak az üzemanyagárak, egekben vannak az energiaárak, a rezsiköltségek, és gyakorlatilag az emberek kezdenek létbizonytalanság szélére sodródni, és ez Magyarországon elképzelhetetlen. Amíg Magyarországon a Fidesz-KDNP vezeti az országot, addig arra lehet számítani, hogy mindaz a fajta energetikai politika, ami az olcsóbb rezsiárakat lehetővé teszi Magyarországon, a családok felemelkedését, a gyermekvállalási kedv óriási erővel való megjelenését tovább segíti, és ezt a lendületet, a demográfiai hullámvölgyet is sikerül majd Magyarországnak legyőznie ezzel a lendülettel. Én azt gondolom, hogy enélkül a választás nélkül erre nem lenne lehetőségünk. Tegnapi nap módonban állt a március 15-i megemlékezésen személyesen részt venni Jászlókun Szolnok megye csapatával, és az ember a Nagykunság csapatával a békemeneten. A békemeneten is kifejeztük abbéli óhajunkat, hogy Magyarországnak békét, biztonságot és egyetértést szeretnénk. Szeretnénk, hogyha a magyar katonákat nem vinnék külföldre, ha a magyar fegyvereket nem vinnék a háborúba, és magyar emberek nem járulnának hozzá más nemzetek állampolgárai életének kiontásához. Ez is egy tétje a választásnak, hiszen látjuk, hogy az ellenzék ebbe is belesodorná Magyarországot. A gazdasági növekedés, amit Európai Unió szinten is első helyen tudott felmutatni Magyarország, ezt szeretném megőrizni. Szeretnénk, hogyha megerősödne újra a forint, megerősödne újra a gazdaság, és az a fajta háborús költségvetés, ami óhatatlanul Európára nehezedik, azt annak az árát nem a magyar emberekkel fizettetnék meg. És ebben elsősorban április 3-án az értékközösség további vállalása segíthet bennünket. Az az értékközösség, ami a hagyományos nemzeti értékeinket, a családok védelmét, az adócsökkentés politikáját, a gazdasági növekedés előmozdítását és Magyarország mint jó, biztonságos és élhető hely fenntartását és további fejlesztését tűzte ki célul. Ez a munka nem 2030-ig tart, és nem is 2050-ig. Bízunk abban, hogy innentől kezdve Magyarország egy olyan korszakba lépett, amikor ez fenntartható, és a magyar emberek is érzik a súlyát. És itt most félre kell tenni a politikai lózungokat, félre kell tenni a karcsörgetést. Ma Magyarországnak is, és az egész Európai Uniónak egységre van szüksége. Főleg azért, hogy újra megerősödjön ne csak az ország, hanem a nemzetállamok, azon belül pedig minden egyes olyan társadalmi réteg föl tudjon zárkozni, aki ma nem érzékeli a gazdasági növekedés, a gazdasági fejlődés motorjának a lendületét. És nagyon fontos, hogyha a nemzetállamok tudnak megerősödni, akkor az egész Európa erősödik, mind gazdaságilag, mind társadalmilag, mind pedig visszatérhet a porondra, mint geopolitikai tényező, és nem kerülhet Európa semmilyen játszmának a közepébe úgy, hogy feladná az identitását, feladná az önazonosságát, és feladná a nemzetállamoknak az erejét. Ezért nekünk, magyaroknak április 3-án le kell tennünk a voksunkat a nemzeti oldal elköteleződése mellett, le kell tennünk a családok védelme, gyermekeink védelme mellett, hogy semmiféle ideológiával ne lehessen őket eltántorítani a nemzeti hagyományainktól, és a jövőbe vetett bizalom is fent tudjon maradni, mind a gazdasági, mind a társadalmi befektetőknek, hiszen látjuk, hogy a magyar társadalom mentális erejébe rendkívül sokan szeretnének humán erőforrásba fektetni. Egyetemek jönnének Magyarországra, ilyen a Fudan Egyetem is. Ezek az egyetemek hozzájárulnának ahhoz, hogy még versenyképesebb tudásra tegyenek szert a magyarok. A magyar fiatalok egész Európában vagy a világon bárhol megszerezhető és eladható tudással rendelkezzenek, és ezzel ez a pici ország igyekezzen feltörekedni, visszatörekedni azokba a pozícióba, ahova mindig is való volt, és ahol mindig is tartottunk, kivéve azokban az átkos évtizedekben, amikor megfosztották Magyarországot az önazonosságától, megfosztották attól, hogy nemzetileg önrendelkezzen a saját sorsa fölött, és idegen hatalmak olyan ideológiákat erőltettek az országra, ami idegen volt, és látszott az is, hogy ennek a hatalomnak a vége szakadtával elindult újra a polgári fejlődés útján Magyarország, úgy, mint hogy 1848. március 15-én elején leradták az ehhez vezető utat. Elnök úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra.